Sziasztok srácok, itt ismét Démien. Érkezett e, szó szerint egy-két e, új kártya, illetve régi ismerősök, és hát mondtátok, hogy nézzük meg, hát akkor nem is szaporítom tovább a szót, nézzük meg. Egyébként e, a boltban már fent van, e, és már folynak is, e, de azért megmutatom nektek. E, érkezett hol waterproof, ez az a fajta e, hol, ami tudjátok, ez az áttetsző. Tehát ezt meg is tudom így mutatni, be van csomagolva, de ez a teljesen áttetsző. Hát oké, okay, hogy most már lassan vége a nyárnak, és maximum jövőre lehetne vinni a strandra, bár úsziba, meg ilyen helyekre, úszodába, stb. lehet azért menni még télen is. Tehát, hogyha valakinek ingere van áttetsző csomagra, akkor itt van a Hoy Waterproof, megtaláljátok. Régi ismerős a Black Tiger, őt nem kell bemutatni. Atnom. Szerintem legalábbis, illetve standard bicycle is érkezett, ismét feltöltöttük a, a készleteket, tehát azt is megtaláljátok. Akkor régi ismerős Simlimnek ez az első, hát nem az első, ez nem az első, azt hiszem ez a második paklia már, de igazából az első, amivel úgy berobbant, nevezzük így ezt a csomagot, tehát ez a Simlim is érkezett, és akkor jöjjenek az extra, extra, extra dolgok. Lunar Eclipse Bicycle, erről nekem a Stargazer jutott eszembe, bevallom őszintén. Ez ilyen hold vagy, hát a holdfogyatkozás elvileg, mert lunár, de a dizájnját tekintve nekem a napfogyatkozás is eszembe jut, mert nézzétek meg ezt a kis dizájnt. Egyébként látok képeket a boltban, hogy hogy néz ki belül, azért mondom, hogy a stargazerre hasonlít, mert hasonló dizájnt kell elképzelni. A különlegessége a csomagnak, hogy limitált, és számozott, 5000 darab készült belőle. Ez például, ami a kezembe van, az a 4181. darab. Ez egy ilyen limited edition kártya. Egész kis pofás kinézete van. Tehát ő az egyik újdonság. Másik újdonság hát ami engem írtózatosan megfogott be valami őszintén, ez a TCC Rainbow Deck. Hát a doboz az alapból tök jól néz ki. Nézzétek meg ezt a... Ez színes. Tehát ez színes. Ez, ez egy, ez egy vidám csomag. Ezt meg kell hagyni. Meg a lapok is megfogtak. Majd mondom, hogy mit fogunk bontani. Valószínű, hogy őt igen. Drifters. A Drifters Dan Dave-nek a munkája, és ugyanaz designolta ugyanaz rajzolta aki a Monarchs csomagokat. Ö, hát ez is elég különleges, nézzétek meg, mint hogyha egy sztorit mesélne el a dolog, nem tudom, ezzel a lovassal. Hát, hogyha magyar vonatkozást kéne mondani, ilyen csillagszemű juhász jutna eszembe, de ebből most nem menjünk bele. Ö, Born to Rome. A lényeg az, nézzétek, ilyen azért koponya meg ilyenek azért befigyel egyedi lezáró matrica, barom jól néz ki. E, hát ez is egy, egy érdekes csomag. Dizájnját tekintve ez sem rossz. Bocsánat, hogy így elkalandozok és így nézem, de nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Jet Setter Playing Cards. Erre mondják azt, hogy e, ez a csomag, mint hogyha magárepülőgéped lenne a kártyák között is. Egy nagyon különleges és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon limitált csomagról van szó. Ha jól tudom, ebből összesen 1000 darab, hogyha készült. Itt is van ez a Premier, Premier Edition, tehát Premier Edition, és hát igen, erőteljesen limitált. Nézzétek meg, ilyen kis dombornyomott repülőgépek vannak benne, ez ilyen ezüstös fóliát kapott, elég qualitynek tűnik, de hát kibontva derül neki igazán, és hát erre is van esély, hogy fogjuk bontani, mert ennyire limitált csomagnak én se tudok ellenállni, bevallom őszintén. Illetve a Carnival Dose csomag, ami ez az eredeti dóznak, ugye mondhatjuk a reprintje, tehát az újra legyártott változata, ebből létezik ugye a, a red dóz, amilyen piros, Na ez az eredeti, tehát erről, erről ez, ez inspirálta a redet is, tehát az az utódja, és a lapok benne, hogyha a bűvészbolt.hu-ra felmentek, vagy, ha megnézitek, ma azt hiszem ezt is fogjuk bontani, de ö, ott láthatjátok, hogy a kártyalapok azok tényleg ilyen ö, elég morbidak, nevezzük morbidnak. Ö, hát itt hátlap, itt semmi nem derül ki, a doboz az ugyanaz. Ez milyen jó kis optika, nézzétek! Tehát ö, elég morbidok benne a lapok, ö, és nem véletlenül. Érdemes megnézni a képeket. Na, ezek jöttek így hirtelen most. Ez egy nagyon gyors videó. Viszont mit fogunk bontani? Szerintem őt fogjuk. Szerintem őt is fogjuk. És őt is fogjuk. Tehát ő hármukat tuti fogjuk bontani, tehát ez az a három csomag, amit tuti fogunk bontani, és nem máskor, mint az elkövetkezendő napokban, tehát mindenki készüljön fel egy ilyen hármas bontásra, hármas kártyabontás sorozatra, ugyanis az elkövetkezendő napokban ezt a három kártyapaklit mindenképpen meg fogjuk gyorsban nézni, akár tetszik, akár nem, bevallom őszintén, erre és erre nagyon kíváncsi vagyok, őszintén, mert nem tudom milyenek lehetnek, csak látványban láttam őket képekről. Őrá pedig azért vagyok kíváncsi, illetve azért akarom megmutatni, mert tényleg a lapok belül igen morbidnak ígérkeznek. Nem, mint hogyha én a morbid ember lennék, de grafikai megoldások tekintetében érdekes. Tehát az elkövetkezendő napokban őket fogjuk megnézni valamilyen sorrendben. Hogyha tetszett ez a kis rövid bemutató videó, akkor feltétlenül dobjatok rá egy lájkot. Like Aki valamelyik csomagra leszeretne csapni ezek közül, akkor az feltétlen látogasson el a bűvészbolt.hu oldalra, mert hát igen limitáltan már szinte van, amiből csak egy-egy darab van. Csapjatok le rá, és akkor találkozunk legközelebb velük. Legyetek jók, sziasztok!